Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Enő Erzsébet, egyetemi tanár, közelkelet szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik, ezeket köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Tavaly szeptember óta tartanak Iránban a <haz> megmozdulások, akkor halt meg egy 22 éves kurt származású lány, Maxa Amini, akit a hozzánk eljutó hírek szerint a hijab nem megfelelő viselése miatt az ottani erkölcsrendészet előállított, megvert, majd három nap múlva meghalt majdnem fél év telt el. Hova tart most? Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Az látszik, úgy tűnik, hogy a tüntetések alább hagytak, sőt gyakorlatilag leálltak. Nyilván lehetnek az országnak olyan részei, itt elsősorban az ország délkeleti részére, Szisztán, Belugisztára gondolok, ahonnan mindig viszonylag korlátozott mértékben jöttek évek óta, évtizedek óta hírek ahol esetleg még sor kerülhet, ahol sor kerülhet, és talán sor is kerül ilyen tüntetésekre, de úgy tűnik, mint mintha a tüntetések nagy hullámai, azok lecsengtek volna. Ami nem jelenti azt, hogy a társadalmi feszültségek, a rengeteg vitatott kérdés és probléma, amivel az iráni társadalom akár egészében, akár lokálisan, akár társadalmi réteg szerint szembenéz, hogy ezek megoldottak volna. De hogy oszlik meg Irán, Teherán, meg a vidék, nagyvárosok, vidéki települések? Ez egy érdekes kérdés, ezzel még sose gondolkodtam. Nyilván, ugye Irán, a mai Irán lakossága az körülbelül olyan 86 millió fő. Emlékeztetőül az 1979-es iszlám forradalom idején olyan, olyan 35-37 milliós lakossága volt az országnak. Fiatal ország. Viszonylag fiatal ország, de talán egy picit kevésbé, mint a közel-kelet más országai, mondjuk az arab országok. Az átlag életkor most, ha jól idézem föl, olyan 32-3 év körül van. És tulajdonképpen még egy olyan adatot említenék, hogy a, a mai iráni lakosság 80-85%-a 50 év alatti. A, ha azt vesszük, hogy a forradalom 44 éve volt, ugye most egy hete volt körülbelül az évforduló, akkor ez nagyjából azt is jelenti, hogy a lakosság túlnyomó nagy részének semmilyen uh, élménye nincs a forradalomról, vagy csak nagyon korlátozott élménye van a forradalomról. Ennél egy jelentősen több, élmény, több, nagyobb rétegnek lehet élménye az irak-iráni háborúról, ugye ami egy évvel a forradalom után indult, 1980-ban, és 88-ig tartott egy meglehetősen véres e, háború, óriási halálos áldozatokkal járó háború, ami nagyon mély, e, pszichésen nagyon mély nyomot hagyott az iráni társadalomban. De a forradalom előtti időkről, sem lehetnek emlékek? Hát a családi fényképek ott vannak, abban más ruhába öltözött emberek látszanak. Apa, anya. Hát nem más, úgy néz ki, a más, mint ahogy ma. Ö, hát ö, És hogyha hazamegy, és a saját családi albumát kinyitja. Máshogy öltöztek a nők például. Máshogy öltöztek a férfiak. Nem, ők nem annyira igen, de nem, nem feltétlenül most azért ne gondoljuk azt, hogy a forradalom előtt minden nő eldobta a, a, a fejkendőt, vagy akár a, a csadort. Hát ez nyilván egy hagyományosabb ruházat. Egy nagyon érdekes dolgot mondott, azt hiszem egy iráni állami tisztviselő, aki azt mondta, hogy azért, nézd, gondoljunk már bele, hogy amikor az iszlám forradalom előtt mekkora volt a nők aránya az iskolákban, az oktatásban, a felsőoktatásban, az állami alkalmazásban, a munkaerőpiacon, hogy egy nagyon jól képzett, jól lehet azért a társadalom felét nem megközelítő mértékben a munkaerőpiacon, de több nagyon jól képzett női generáció is felnőtt, és ez tagadhatatlan 79 óta zajlott. Most, hogy ennek mennyi a köze a forradalomhoz magához, vagy egyfajta modernizációs folyamathoz, erről nyilván lehetne vitatkozni, de szerintem ez szociológusok kellenének, de tényes való, hogy a nőket az iráni társadalom minden rétegében és minden pozíciójában megtaláljuk, az egyetlen kivétel azok a hivatalok, amelyek kifejezetten valláshoz vannak kötve. De hát ugye a római pápa sem szokott nő lenni. De a nők helyzete erről szól most a szeptember óta tartó és most lecsengő tüntetés sorozat? Mert politikai követelések azok olyan elvétve tűnnek, akkor is inkább csak durva szavak. De nincs például párt, amelyik oda szervezni mögé az Hát empereket. pártok egyáltalán, ugye pártok be vannak tiltva Iránba, ettől persze vannak különböző politikai csoportosulások. Üm. Ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert pont azért, mert hogy a társadalomnak olyan generációi nőttek föl, akik nem kötődnek közvetlenül felnőtt fejjel a forradalomhoz. Ezt, a, ezt maga a vezetés is észlelte és érzékelte, és 2019-ben a 40. évfordulón Ali Hamenei legfőbb vezető meghirdette a forradalom második szakaszát. Most ugye a permanens forradalomról, meg forradalom újabb szakaszáról, hát azt hiszem, itt Közép-Európában azért nekünk lehet véleményünk, még ha az nem is az iszlám forradalom lett volna. Tehát maga a vezetés is felfogta, hogy itt generációk nőttek úgy föl, hogy egyre kevésbé kötődnek. Ott is van internet, ott is járnak a fiatalok külföldre tanulni, ott is a fiatalok szórakozni akarnak, nagyon sok minden van, ami nyilvánvalóan szükségessé tette, megjelent a vezetés számára. Ámára, hogy újra vonzanunk kellene a fiatalokat. Megjelent egy ilyen program. Na most ennek a programnak a keretében, hogy jó vagy rosszul, ugye előtérbe került a nők eltakarása ami azért legyünk őszinték egy eléggé külső jegy. Ugye az iszlám jelenlétét akkor vesszük észre, hogyha nők fejkendőben jelennek meg, és nem akkor, ha a nagymamám kilép az utcára és kendőt köt, bár tudom, hogy ő is ezt csinálta, amikor még élt, de nyilvánvalóan az iszlám jelenlétét alapvetően Európában és a világon bárhol azon szoktuk észrevenni, hogy jé, a, nők be van, a nők egy része legalább be van kendőzve. Na most itt. Iránban elvileg kötelező, a forradalom után rögtön nem volt törvényileg kimondva a kötelező eltakarás, de 1983-ban hoztak egy ilyen törvényt. Na most ez egy elég furcsa helyzet, mert tudomásom szerint, és lehet, hogy tévedek, Irán az egyetlen ország, ahol száz éven belül, sőt inkább azt mondanám, 50 éven belül először kötelezően leparancsolták a nőkről a fejkendőt, vagy az eltakarást. még a sakh idején. Még, az öreg sak, tehát az általunk a sakként emlegetett Mohamed Reza Pahlavinak az apja Reza sach rendelte el. És például Mohamed Reza Pahlavinak volt egy lányi és az ő emlékirataiban lehet elolvasni, hogy ő visszaemlékszik gyerekkorában egy beszélgetésre a szülei között, amikor az, apa, az öreg mondja a feleségének, hogy de amikor nyilvános szereplés van, le kell, hogy vedd a kendőt, és az anyuka megmondja, hogy de én nem akarom, nekem ez nem esik jól, ez olyan, mintha én mesztelen lennék, én nem akarom. De muszáj, hogy megted, mert a modernizáció érdekében haladnunk kell, stb. stb. stb tehát ez egy furcsa helyzet, hogy egyszer kötelezően le, azután meg kötelezően föl, 83-ban tehát jött egy törvény itt mindig az volt a kérdés, hogy betartatják el vagy sem, tudjuk, hogy a forradalom utáni közvetlen szakaszban holott még törvény sem volt, akkor sok ilyen forradalmi diák, forradalmi hevületben hát egy nagyon sok atrocitás volt ebből az utcákon lényeg az, hogy belett tartatva, de utána ez azért... Hát lazább is volt meg nem is, mert Én nagyon sok éve járok Iránba, eljutok Iránba. Az sose volt kérdés, hogy egy nő ne legyen kendő legalább. Nem feltétlenül csador, de legalább kendő. Az, inkább az volt mindig a, a téma, hogy de mennyire van hátra csúszva, mennyire van frizura alatt, a festette a haja, ami kilátszik, mennyire van kisminkelve, de az, hogy van rajta kendő, az sose volt kérdés. Na most novemberben voltunk Iránban, és ott azt láttuk, hogy Teheránban például a nők 30%-a nem hord. Kendőt. Egyáltalán nincs a fején kendő. Sokaknak azért a nyakába ott van, de nem hord. Metrón, középületekben, déli város részben, ahol ugye azért az észak teherán az egy kicsit kiemeltebb rész mindig, és a férfiak ebben partnerek. Engem ez ütő, pontosabban engem az lepett meg, hogy ez mennyire természetes. Hogy van nő, akin van, van nő, akin nincs. Országosan természetes, vagy Teherán most, bizonyos területein teherán, természetes? Teheránra mindenképpen. Teheránban nyilvánvalóan a legnagyobb százalékban, és ugye kérdezte, hogy vidék, város, Teherán. Néhány kisebb városban is megfordultunk, és volt olyan kisebb város, ahol viszont egy vagy két nőt láttunk fedetlenül, Érdekes az, hogy aki be van fedve, az kendővel vagy csadorral. Ugye a csador ez a hosszú fekete leppel, egyébként magyar sátor szóval szokták azonosítani. És az látszott, hogy Teheránban aki be van fedve, az is inkább kendővel, tehát csadort alig lehetett látni. Hivatalos helyeken, tehát iskolában, osztálykirándulás például, akkor a csador. Minisztériumokban, kutató, állami kutatóintézetben a nők, ahogy megjelentek. A másik pedig a, másik pedig a vidéki városban, ott meg sokkal nagyobb arányban az utcán is jelen van a csador. De ez is városoktól is függ. Tehát megint egy harmadik városban, ehhez képest a kettő között valahol középúton. Ez egy nagyon-nagyon ez érdekes dolog, nyilván függ a, a, a a térségtől, a tartománytól a várostól a családtól a szűkebb környezettől és és, én az, és akkor még azt kell hozzátenni, ugye arról beszéltem hogy a fiatalokat megpróbálták bevonzani és született tavaly nyáron egy új hejab törvény ami, ami törvényben megvannak, hogy milyen büntetéseket lehet kiszabni, tehát az a, ugye a magyar média erkölcsrendészetnek nevezi ezt a szervezetet, ez a Gástérsad, amelynek joga van bevinni a hölgyeket az utcáról. Na most ez is hát évekig fel volt függesztve, hogy joguk van-e bevinni, hogy ők a rendőrséghez tartoznak el, vagy sem. Most ezt a jogot valahogy visszakapták, de hogyha az ember megnézi a törvényt, hogy milyen típusú büntetéseket írnak elő, hát abban a verés nincs benne. Legyünk hmm. őszinték. Akkor ez túlkapás. Vagy nem tudjuk, én, hogy mi történt. Én hát egyrészt honnan tudjuk, nem tudjuk. Szerintem azokon kívül, akik effektíve jelen voltak, ők se tudják. Vagy azok az orvosok, akik utána megvizsgálták, hát ők nyilván látják, hogy mi Nem tudjuk, de szerintem ebben a pillanatban azon túl, hogy nyilván minden haláleset, és ami így történik, az még inkább még inkább az ember megviseli a belegondol azért ne tekintsük általánosnak. Hiszen mikor hallottunk ilyet? Soha. Igaz? Tehát ez nem, ha, ha, ez, ha ez rendszer szerint történne, akkor azért sokkal több esetről hallottunk volna. Most is összeszedtek, tehát láttam olyan újságírók által összeállított kis filmet, ami több halálos áldozatot, akiket akár a tüntetés során, akár lelőttek. És tudjuk azt is, hogy 2019-ben is hatalmas tüntetések voltak, ott is egy tüntetés során lelőtt fiatal hölgy, Neda Agaszoltan, ő vált a szimbólumává az akkori tüntetéseknek, tehát ilyen volt van, remélem, hogy nem lesz több ilyen, de ez, hogy mondjam, ez, ez nem, a, nem, a, mindennapi ügymenet, és hogy akkor minden nőt megvernek, és erről nincs szó. De honnan lehet tudni, hogy mi történik Iránban? Hogy kommunikál az iráni állam? Kommunikál valamit ezekről? Hát elmagyarázza, hogy mi történt? Hát mindenki, mindenki tudja, hogy mi történt. Hát Iránban akkor a social media van, és akkor a felhasználás van, mint annak a rendje. Vannak kikerülő szerverek. Van, 65%-os mindenkinek van. Mindenkinek, hozzáférése. Mindenkinek, mindenkinek van internet hozzáférése, és meg kell, hogy mondjam, hogy a mi mobiltelefonjaink is működtek. A hírszolgáltatás volt az, tehát híreket keveset, az, az nem nagyon ment át, de a Gmail végig működött folyamatosan, a Messenger, a Facebookon a Messenger hol működött, hol nem működött, Hát Irán nincs elvágva, az iráni lakosság nincs elvágva egyáltalán a külvilágtól. Ráadásul az irániak már évek óta elkerülő szervereket is használnak, tehát amikor ők kommunikálnak. De most az, hogy mi van, vagy mi nincs Iránban, számomra az egyik legdöbbenetesebb. Egyrészt ez volt. Tehát, hogy én simán tudtam bármikor az itthoniakkal kommunikálni, vagy akár külföldi kollégáimmal, semmi probléma. Iráni kollégáimmal ezen kommunikáltam, és működött minden, semmi probléma. A másik ugye, amit mondanak, hogy pénzügyi szankciók és bankszankciók, és nem működnek a bankkártyák, egész Irán átállt az iráni bankkártyákra. Múzeumban nem tudtunk belépőt venni a Nemzeti Múzeumban, mert csak kártyával lehetett fizetni. Nekünk meg iráni kártyánk nem volt. Hivatalos helyen, ami kártyáinkat nem fogadják el. De ha a kiskunfélegyházi bazárba bemegy az ember, tehát nem a teheráni nagy bazár, és nem Iszfahán, ami turizmusra van berendezke. Abba a bazárba is több helyen megmondták, hogy persze, hát simán tudjuk használni az itthoni hitelkártyáinkat, akkor hogy van ez? Szóval nagyon, nagyon, sokféle, nagyon sokféle az ország működik, az összes probléma ellenére, és porzasztóan komoly problémák vannak. Tehát ezt, ezt nem is szabad elhallgatni. Nagyon komoly problémák vannak, amik ott kezdődnek, hogy a szankciók, ugye erről többször beszéltünk már itt is ebbe a műsorba is. A szankciók most éppen az a legutóbbi, hogy akkora árfolyam zuhanása van a riálnak, hogy szinte követhetetlen, hogy van olyan üzletember, aki azt mondja, hogy bezárom az üzletet, mert egy óra múlva, ha kinyitom, akkor megkötöttem egy üzletet, és már 15-20 százalék van egy óra alatt rajta. Vannak ilyen hírek is. Ugye a szankciók az egy, az egy nagyon bonyolult szankciós rendszer, függően attól, hogy kiíródt ki szankciókat, vannak egyoldalú szankciók, amit Egyesült Államok, ugye elsősorban, de nagyon sok más ország is egyoldalúan. Európai Uniónak is vannak szankciói Iránnal szemben, azután természetesen az ENSZ biztonsági tanácsának a kötelező, annak idején a kötelező szankciói, amely a nukleáris program miatt lett Iránra kiróva. De... De akkor hogy működik az ország? Tehát ez hogy egy... jönnek be az áruk, hogyan, mivel fizetnek érte? Hát azt gondolom, hogy ilyen elkerülő módon, tehát ha én tudok a saját hitelkártyámmal vásárolni. Egyébként az, lát, az is látszik, vagy ez is csak ilyen tapasztalati út, mert hát én nem szoktam bizniszelni irámba, Hát mit bizniszelnék, Én megyek, azt körutazom, vagy körbe megyek, és kollégákkal konzultálok. Um, az látszik, hogy nagyon sok a banki forgalom egy jelentős része szomszédos országokon megy keresztül. Elsősorban az öböl gazdag arab országairól egyesült arab emírségek, tehát az egészen biztos. De voltak olyan hírek még a nagy szankciós időszakban, tehát az NSBT szankciós időszakban, hogy volt olyan török bank, amely hajlandó volt közvetíteni, tehát elkerülő módon, ami persze az árakat rettenetesen felnyomja. És akkor egy másik érdekes adat volt, ezt egy iráni közgazdász kollégától hallottam. Igaz, hogy az egy évvel ezelőtt volt, és az azelőtti évre vonatkozó adatokat mutatta. Minden esetre már a Donald Trump által újra felélesztett és újonnan kiszabott szankciók hatása alatt, az látszott, hogy a, az iráni. e GDP romlás, ami előtte években ilyen mínusz 6-7 százalék volt, tehát mondjuk 2019-2020, 2021-ben már csak mínusz 1 százalék romlás volt. Na most minek köszönhető ez a különbség? Egyszerűen az, hogy, hogy, hogy elkezdtek kis és középvállalatok alakulni, vállalkozások alakulni, és ezek tudtak valamennyit korrigálni a veszteségen. De ezután volt egy COVID-járvány, azért azt se felejtsük el, hogy Iránt borzaszóan komolyan sújtotta a koronavírus járvány. Ugye talán Kína után a második első ország volt, ahol a járvány megjelent. De az Nagyon... irányék ugyanúgy utaznak, tehát ott nem voltak uh, utazási korlátozások? A járvány miatt? Uh -huh. Én Meg azt hiszem, az utazási szokások. Itt Budapesten azért nehéz iráni turistával találkozni, bár az ember nem ismerik. Viszont, a. viszont diákkal tudna, Hát csak menjen végig a Calvin tér és a Ferenc körút között az Üllői úton, vagy, vagy még egyel tovább a Nagyvárat térig. Hát az orvosi egyetemeken általában 2000 iráni diák tanul. Hát, tehát ha, ha valaki felismeri a perzsa beszédet, akkor... Mindig lehet hallani perzsa beszédet, de közjárműveken is. Tehát vannak itt is iráni diákok. Én, én most nem tudom, hogy, hogy az ország leállította -e akkor egyáltalán. Valószínűleg volt ki- és beutazási leállítás, de ezen túlmenően nem nagyon, nincs bezárva az ország. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy pénzkérdés az, hogy el tud-e menni. Igaz, hogy ebből a szempontból mindezek a szankciók nagyon rosszul jöttek ki. Tehát nekem iráni egyetemi tanár kollégám jött ide hozzám egyszer egy Európába valahol egy konferencián, ahol mondta, hogy hát az ő fia Szegeden tanul fogorvosnak, és nem tudják neki otthonról átutalni a pénzt, mert hogy ugye bankot, sújtó szankciók vannak. Most én azt hallottam itt élő Irániaktól, hogy állítólag van két magyar bank, és ugye tudjuk, hogy azért a szankciós rendszer az most nem, nincs úgy leszabályozva, hiszen elvileg az NSZPT szankciók, azok ugye nem is tudjuk, hogy hol állnak, de részben fel vannak függesztve. Tehát van állítólag egy vagy két olyan magyar bank, amely fogad Iránból. Hát most gondoljon bele, hogyha esetleg az önfia külföldön tanul, Nincs ösztöndíja, és önnek kell fizetni az életét és a tandíját. Hát, muszáj, hogy átutalja. És alapvetően az iráni középosztályból sok fiatal jött tanulni Európába. Ne felejtsük el, hogy lehet vitatkozni a különböző egyetemek színvonalán, de uniós diplomát kapnak. Az iráni társadalomban kiket kell nézni, ha azt akarjuk megállapítani, hogy mi a célja a tüntetés sorozatnak? Hát ez egy jó kérdés, mert szerintem ezt senki sem tudja. Tehát a tüntetéseknek, legalábbis a tüntetések nagy részének, amikor azt mondjuk, hogy a tüntetések, nem voltak vezetői, nem voltak hordószónokai, és nem volt programja sem. Tehát az, hogy a nőkérdés megjelent, az megint egy ilyen furcsa dolog, mert azt is egy iráni tisztviselő mondta nekem, hogy hát most nézd meg, itt vannak ezek a tüntetések, és lehet lehet azt mondani, hogy Másza Amini ő kurd volt és a muszlim, de nézd meg, hogy az egész országban vannak tüntetések, és a nő kérdés mindenütt szerepel, vagy legalábbis jó darabig szerepelt a tüntetések napi tehát mi ez, ha nem az, hogy egész Irán egy emberként állt föl és ment ki az utcára tüntetni ebben a kérdésben? De milyen követeléssel? Van valamilyen egy mondatban sűríthető Nincs. követelés? Hát ez az, ezt mondom, hogy hogy területenként, tüntetésekként akár lehet nagyon különböző összetétele. Mindenütt sok ok van, azért nem csak egy. Ugye azt veszük, hogy Irán lakosságának, a 86 milliónak körülbelül a fele perzsa. Már nem mondhatjuk azt, hogy a perzsa állam. A fele perzsa. Egy negyede azeri török. <kül> Ugye azt szoktam mondani, hogy ez körülbelül két és félszer annyi, mint magában Azerbajdzsánban, ahol élnek. De ők elég jól integrálva vannak, ezt mondják minden egyes alkalommal az iráni kollégák, ha megkérdezem. Sőt, azt szokták mondani, hogy de hát mit akarsz maga a legfőbb vezető is az eri származású. Na most nyilván van több egyéb kisebbség, itt vannak a kurdok, akik ugye most Iránban nagyon keveset szoktunk beszélni, és a külföldi média is viszonylag kevéssé követi azt, hogy mi van a kurdokkal, Ez, ennek több oka is van. Egyrészt azért, mert nagyon sokáig nem tudom, hogy ma egyáltalán megfogalmaznak-e, de szerintem nem szeparatista törekvéseket. Ugye Irakban, Törökországban vannak olyan kurd mozgások, amelyekben ez megfogalmazódik. Iránban kulturális autonómia szokott lenni, vagy volt eddig az a kérdés. Ugye az iráni népességnek mostanában azt szokták mondani becslések alapján, hogy 7-8 millióan vannak a kurdok. Ráadásul ők az ország nyugati észak-nyugati részében élnek, ami azt jelenti, hogy ők a, a kurdságukat, az etnikai másságukat és vallási másságukat nem csak a perzsa nagy többséggel szemben kell, hogy megfogalmazzák és megéljék, hanem az Iránban élő azeriekkel szemben is, akik egy náluk jóval nagyobb, ugye 20 millió fölötti népességet tesznek ki, és átfedő területen élnek, vagy a területük egy része átfed. Tehát ez egy merőben más helyzet, mint a többi kurd, a többi országban élő kurd, ahol a többségi nem néppel vagy nemzettel szembe kell megfogalmazni a másságot. És akkor itt vannak ugye a belúcsok, ez a bizonyos délkeleti tartomány, ami ha ránézünk Irán térképére, egy dolog fog feltűnni, hogy ott országútak is alig vannak a térképen, nagy országút alig van. Az egy nehéz terep. Az a történelm a, a során általában ez a szisztán, belúdzsisztán, amely ketté lett vágva egy határvonallal, ugye a nagyhatalmi játszmába, az úgynevezett a nagy játszmába ketté vágták, és egy része Pakisztánhoz került, egy része Iránnál van. Ugye mindkét országban, na ők, időről, vagy ők közöttük időről időre jelentkeztek olyan mozgalmak, amelyek kifejezetten szeparatista célokkal jelentek meg. Azt is tudjuk, hogy itt általában nagyobb a katonai jelenlét. Azt is tudjuk, hogy volt olyan belúgy, belúgy, iráni beludzsisztánban volt olyan mozgalom, ami, aminek a vezetőjét például kivégezték de viszonylag kevés hír szokott ebből jönni, ha az ember nem kifejezetten erre keres rá. Na itt például a belucsok, akik azt hiszem, ha jól emlékszem, olyan két millió körüli számban vannak, ők is szunniták, és ő náluk van most egy nagyon, nem most, ő náluk van egy kiemelkedő vallási személy, Maulána Abdul-Hakim, aki, aki a pénteki beszédeiben, és ugye tudjuk, hogy az iszlámban a péntek déli imakor beszédet is mondanak, és ebben fogalmaz meg politikai dolgokat. De az az érdekes, hogy ez a megfogalmazás, ez a tüntetések kezdetekor nagyon rövid ideig szólt csak arról, hogy mi itt és ebben a részében iránnak, és szinte rögtön volt egy váltás, hogy az iráni nép, az egész iráni nép, és szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy iránnak a kisebbsége és ugye vannak arabok, akkor északon, fönt ugye vannak különböző kaukázusi népek, meg a Kaspi-tenger mentén többféle jóval kisebb csoport is van, de hogy ők mind Először az iráni nép, és utána jönnek esetleg ezek az etnikai más felfogások, ami bevallom őszintén engem mindig meglep egy kicsit. sem, senki nem akarja kergetni az országot, nem akar hát semmit. Mondom, elszakadni. részéről voltak olyan csoportok, akik megfogalmaztak szeparatista törekvéseket, de, de nem az összes belügy, és nem mind a két millió, és, és most inkább mondom a, a vallás, az itteni szunita vallási legtiszteltebb személyiség, az inkább az, hogy mi iráni, és te legfőbb vezető arra figyelj, hogy a népeddel, az egész népeddel, hogy más, úgy, <haz> hogy... Ha eh, csillapodnak a tüntetések, akkor mi foglalkoztatja az iráni kormányt leginkább most? Hát az, hogy hogyan, eh, hogyan szilárdítsák meg a helyzetet, gondolom, hogyan álljon helyre. Még talán annyit tennék hozzá, hogy itt vannak egyéb kihívások is. Van egy óriási klímaváltozás, ami, ami nem látjuk át még, ugye a világban sehol se látjuk, hogy ez milyen hatással fog járni, de Iránban például ebből említett Szisztán, Belugisztán délkeleti megyéből, akik sunniták többségében, nagyon komoly népvándorlás megy, Föl észak-kelet irányba, ahol Máshád, ugye az egyik nagy szent hely, ott van a nyolcadik imám sírja, ott például panaszkodnak a helyiek állítólag, hogy hát most már túl sok szunnita jön be, hol itt nincs van nincs. a legnagyobb o, sít. Ott, eljön első azután Iránnak a, az arab határ, Irakkal való határa mentén, ahol kifejezetten jó földrajzi. Ö, 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 mezőgazdasági területek voltak, hát kit érdekelt az a világban, kifigyelt fel arra, hogy tavaly tavasszal hatalmas tüntetések voltak, ahol az volt a jelszó, hogy szomjasak vagyunk, hogy nincs ivóvíz. Vagy pont az említett Iszfahámban, ugye, ahova turistáskodni az irániak is, a folyó, amire építették annak idején a 15. század legvégén és 16. század elején az akkori fővárost, a Zajanderúd, az a neve hogy éltető folyó, hogy az olyan száraz, hogy homokozni lehet benne a közepébe, és ott van a két gyönyörű kiépített sétálós két part, és, és egyszer csak nincs, és föl van repedezve a föld, olyan száraz, tehát nem az van, most éppen egy kicsit nincs víz, és olyan kis nyírkos, nincs víz, nincs, száraz, por az egész. Az állam vezetője évek óta betegeskedik a vallási vezető. Legutóbb is beszélgettünk róla. Hol tart az utódlás tervezése? Ki tervezi ezt ilyenkor? Igen, hát ez, ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Az az érdekes, hogy most többször is, többektől is hallottam azt, hogy tulajdonképpen, amíg ezek a tüntetések zajlanak, még jó is, hogy ő megvan és a helyén van, mert ez egyfajta útmutatás, irányadás, egyfajta folytonosság. Az idén 84 éves lesz Ali Khamenei, aki az iszlám forradalom legfőbb vezetője. Az ő feladata az, hogy az isteni törvényeket értelmezze az iráni állam, illetve a közösség számára. Tehát ugye az iráni alkotmány azt mondja ki, hogy az iszlám köztársaságban a legfőbb döntéshozó Isten, márpedig ugye Ali Hamenei értelmezi Isten törvényeit, Isten szavát arra nézve, hogy külpolitika, biztonságpolitika, gazdaságpolitika, bármi. Na most a legfőbb vezető, Kijelölése az alkotmány értelmében benne van az alkotmányban. Egy mára a 88 tagúvá nőtt tanács az úgynevezett szakértők gyűlésének a feladata. Ez a szakértők gyűlése történetileg az iszlám forradalom után jött létre, akkor az volt a feladat, hogy az új alkotmányt kidolgozza. Azután ez eltűnt, feloszlatták, és majd utána, amikor Hományi ajatollah már nagyon beteg volt, akkor hú hívták össze újra, és onnantól kezdve folyamatosan létezik, és az ő feladatuk volt az, hogy kijelöljék, hogy ki legyen a. Új legfőbb vezető, aki tehát az iszlám forradalom legfőbb vezetője, aki egyébként egy vallásban nagyon komolyan jártas, elismerte jártas, csalhatatlan és tévedhetetlen valaki, hát hiszen az isteni törvényeket neki kell értelmeznie. Na most ez a, ez a gyűlés, tehát ha hameneivel történik valami, akkor ennek a gyűlésnek a feladata, a kijelölés, az, az új iszlám forradalom új vezetőjének a kijelölése. Ez ugye most elég sokat írnak erről, mert ez, hát a közbeszédnek körülbelül 15-20 éve a tárgya, hogy ki lesz az utód. Um, Valójában az utóbbi években erősödött föl ennek ez a találgatás és ez a gondolkodás, és igazából azt mondják, hogy több, több formális követelmény is van. Az egyik nagy kérdés az lesz, hogy Hamenei neveze meg utódot egyáltalán. Ha Ugye? megnevez akkor a szava, törvény? Azt mondják, hogy akkor valószínűleg a gyűlés meg fogja ezt szavazni mert nem tehet mást, hiszen Hamenei értelmezi az isteni törvényt, ha ő azt mondja, akkor nyilván. Különben az egész modell kérdőjeleződik meg. Na most a másik, ha nem nevez meg utódot, ugye nem nagyon van precedensünk. Egyetlen egy ilyen utódlás volt eddig, 89-ben, amikor Homénia Ajatolla halt meg, és akkor lett Ali Hamenei a, legfő, a forradalom legfő vezetője, tehát nincs rá precedensünk, nem az van, hogy már ötször láttunk ilyet, és megvan aki. Az alkotmányban az van, hogy ez a szakértők gyűlése fogja megnevezni, nem, de a szakértők gyűlése sem azért teljesen egy homogén, homogén egység, annak ellenére is, hogy a szakértők gyűlése is egyébként a nép által választott személyekből áll. Ugye még a legfőbb törvényhozó Isten a nép akarata közvetlen választások útján érvényesül. Választják az elnököt, ugye egyfajta ilyen elnöki rendszer van. Az elnök a végrehajtásért felelős, de ő nem tud más csinálni, mint amire Hamenei megmond, ahogy értelmezte az isteni törvényt. Tehát választják a leg, az elnököt, választják a parlament tagjait, és választják ezt a bizonyos szakértők gyűlését. Na most a szakértők gyűlése az az, ahol csak vallási személyek lehetnek, megfelelő vallási képzettséggel rendelkező vallási személyek, de mivel mindenki, akit választanak, aki jelölt egy választásba, tehát ebbe a három funkcióba, elnök, parlament szakértők gyűlése, az a bizonyos őrök tanácsa megszűri, megvizsgálja, ő jelölteti magát, az őrök tanácsa megvizsgálja, ez egy picit az alkotmánybírósághoz hasonlító testület, nyilván nem teljesen, ez egy 12 tagú testület, ők általában az egyik legkonzervatívabb eleme a rendszernek, de ez nem jelenti azt, hogy korábban nem voltak ugye kifejezetten Ugye szoktuk mondani, hogy reformer, meg mérsékelt, meg nem tudom micsoda. Mihez képest? Hát nem, ez nem csak az, hogy mihez képest, hanem, hanem hát nem egyértelmű, onnantól kezdve, hogy nincsenek pártok, nem egyértelmű, az egyik kérdésben lehet valaki nagyon konzervatív, a másik kérdésben lehet valaki szerintünk nagyon liberális, és így tovább, tehát ebben most talán nem menjünk bele. De minden esetre a szakértők gyűlésének a jelentkező tagjait is Megszűrik, és... Hát remekül lehet itt élni azzal, hogy esetleg, ha valakit nem szeretnénk, akkor őt diszkalifikáljuk. Mit kell ilyenkor figyelni, mint a Kremlinológiában, hogy ki milyen területen, milyen szent helyi környékén mit mond a szakértőknek? Nagyon meg az jó a felvetése, Tehát... hogy a szent helyi környéke, ugye nagy vallási alapítványok vannak, általában a magasrangú vallási személyek lehet, hogy egyáltalán nem vesznek részt a politikában, Afrikában. Lehet, hogy visszahúzódva élnek meshedben vagy komban, és abból áll a tevékenységük, hogy tanítanak, ők is elmélkednek, ők is adnak ki értelmezéseket. Ugye ne felejtsük el, hogy mindig több ajatolla van, ők adhatnak ki értelmezéseket, a legfőbb vezető, az államra nézve adja az értelmezést. Egyszer volt egy ilyen, szerintem itt is egyszer elmeséltem már, hogy valaki tanácsot kért, hogy kinek az értelmezését, isteni törvény értelmezését kell nekem elfogadni, mint síta hívőnek. És erre az volt a válasz, hogy ha politikai kérdésben, akkor Hamenei a legfőbb vezető. Ha vallási kérdés, akkor választ ki, hogy melyik ajatolla értelmezése áll legközelebb ahhoz, amit te gondolsz. No, tehát én azt gondolom, hogy nyilván az elnök a legláthatóbb így politikailag, azért Hamenei nem áll ki minden nap beszédet mondani, bár ő is eléggé részt vesz a, a politikában. Nyilván az elnök, mivel csak, az, csak azon a vonal mentén tud haladni, ami neki ki lett jelölve, vagy amit az Isten értelmezés alapján kijelöltek, ezért nyilván az is ad egyfajta indikáció, de én azt gondolom, hogy leginkább mindig a legfőbb vezetőt kell figyelni. Hat vagy nyolc vagy tíz nyelven működő remek honlapja van, hírekkel, beszédekkel, mindenfélével, tehát igazából nem okoz nehézséget, hogy ha éppen valami adott nemzet közi helyzet van, akkor biztos, hogy ott találunk beszédeket, amik erről szólnak. De olyan részletességű, hogy mondjuk mi történt az iráni urándúsító létesítmény, mert a mostani legfrissebb hír szerint ott már a fegyverhez közeli dúsítottságú iránt találtak, ez, amire az irániak, igen. uránt találtak, amire az irániak azt mondják, hogy hát ezért van ennek a fogának egy szórása, nem akarunk fegyvert. Igen, ö, ezt nem tudom, most nem néztem meg, hogy erről beszélte, de például a tüntetések kapcsán éppen egy ilyen beszédben hangzott el, amikor még eléggé magas uh, hőfokon zajlottak a tüntetések, éppen ebben egy ilyen beszédben hangzott el, hogy Kamenei Ajatollak azt mondta, hogy még csak azt a kifejezést használjuk, hogy bad hijab, hogy rossz hijab, hanem használjuk azt, hogy elégtelen hijab, elégtelen uh, elkendőzés vagy felkendőzés. És hogy ne vessük meg azokat a nőket, akik esetleg nem, nem, megfelelő módon hordják a kendőjüket. Tehát, hogy a napi kérdésekre is megjön a válasz előbb-utóbb. Most ezt a 84%-os urán dúsítottságú anyagra válaszolt -e, azt nem tudom, de arra nagyon jól emlékszünk, hogy amikor, amikor a világ nem akar tudomást venni arról, hogy, hogy hogy hát hiszen irány hozná vissza, vagy próbálná visszahívni a nemzetközi közösséget a tárgyalásokhoz, és ugye lépegetett el, erről is beszéltünk már itt, az atomalkuban foglaltakhoz, akkor a legutolsó, és akkor azt gondoltuk, hogy hát ez tényleg már a legutolsó lépés. Hamenei jelentette be, hogy 60 ra fogunk dúsítani urán. Ugye, hát amennyire én tudom, de nem, nem vagyok atomfizikus, a 60 ra dúsításnak különösebben technikai felhasználási módja talán nincsen. 20 ról tudunk, ugye az orvosi gyártásban lát játszik szerepen. Na most ez a 84 hogy erről Hamenei mondott-e már valamit, vagy nem, vagy fog-e mondani, ezt én most nem tudom, de de valóban zajlik a vita, de hát valóban föl kéne hívni az atomfizikus kollégákat, és megkérdezni, hogy hogy ők mit szólnak ehhez. De mert... hogy kezeli Irán azt, hogy folyamatosan kölcsönös fenyegetésben állnak izrael És Izrael nem ismeri el, mert sosem szokta, de minden mértékadó nyugati hírforrás szerint hajt végre célzott atomlétesítmény elleni akciókat Irán területén. Több-kevesebb eredménnyel. Van, amikor nagyon nagy eredménnyel, van, amikor kevesebb. Én azt gondolom, hogy egészen a közelmúltig az iráni értékelésben Iránnak a, az ellenfele, akivel szemben meg kellett, hogy fogalmazza a véde, védekezését valamilyen módon, az az Egyesült Államok volt, és nem Izrael. Tehát Izrael az Egyesült Államokkal. Karöltve nyilván megjelent, de azt kell, hogy mondjuk, hogy egészen a közelmúltig igazából az Egyesült Államokat tekintették ők az elsődleges fenyegetésnek. És most egy néhány hete hallottam azt, hogy először jön, nem Izrael, mert azért az megjelent a térképen, nyilvánvalóan, különösen Mahmud Ahmadinejadnak a annak idején az egész világot megdöbbentő jelentései kapcsán, de most először hallottam azt, hogy most már elkezdek Szaudarábiával is foglalkozni. Ugye az öböl térsége, az Perzsa öböl térsége, ugye rögtön fölhívnák rá a figyelmet Iránban, hogy ez Perzsa öböl, az ókor óta. A Perzsa öböl térsége, amelynek a, a, az öböl egyik partvidéke, az teljesen Iránhoz tartozik, sőt, Iránnak még egy majdnem ugyanolyan hosszú, hát ha nem is ugyanolyan hosszú, de azért egy elég jelentős partszakasza van a Hormuzi-szoroson kívül is, ami már az Indiai-óceánnak, az úgynevezett Arab-tengerének a partvidéke. Ugye ez az, ahol Pakisztánnal is találkozik. Úgyhogy Irán számára a perzsa öböl az úgy tűnik, hogyha az emberi történetileg is nézi, valamilyen oknál fogva, a perzsa öböl az, ami, ami, egy közvetlen és nagyon fontos biztonsági környezet. Mutatja például a perzsa öböl partvidékének a kiépítettsége is. Nyilván ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a világnak vannak ilyen részei, általában hajózható részek, amelyek egyfajta ókorig visszamenő kozmopolita identitással rendelkeznek, ugye a földközi tenger, Odüsszeusz a hajózzák és lakják körbe. Na, egy picit ilyen érdekes módon a Perzsa térsége is, ami a Hormuzi szoroson keresztül India fele is mindig nyitva állt, tehát onnan is a jövésmenés, illetve a Perzsa -öblön belül is, és mivel ugye az arab oldalon nagyon sokáig nem nagyon voltak komolyabb települések, az egy modern fejlődésnek a következménye. Nyilván összefüggésben van az, hogy a britek ment, féltették India fel az átjárást, ennek kapcsán megtalálták az olajat, azt ki akarták vinni, és így tovább, és így tovább. Tehát ott azok a korábban kisebb, nagyobb kereskedő központok halászfalva, azok hirtelen, mondjuk az elmúlt 200 évben egyre nagyobb városokká, központokká fejlődtek. Ugye azt se felejtsük el, hogy itt több olyan ország van, amely a függetlenségét nagyon későn nyerte el. Konkrétan, ha jól emlékszem, Kuwait, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Kuwait talán korábban, de Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek az 1971-ben vagy 72-ben, tehát meglepően későn. Úgyhogy Valahogy, ha itt vizsgáljuk, akkor a Perzsa öböl térsége, valahogy, amikor tengerészetről van szó, vagy tengeri mozgásról van szó, nekem úgy tűnik, hogy a Perzsa öböl térsége volt az elsődleges, és erre mondjuk egyfajta bizonyítékként azt látjuk, hogy a Hormuzi szoroson kívüli partszakasz, az gyakorlatilag, hát nagyobb település nem találunk rajta. És ahogy épül ki az iráni haditengerészet is, jó lehet, tudjuk, hogy már az ókorban voltak olyan tervek, hogy a Perzsa öbölből kihajózva valahogy nem történt meg. Mindig nyugat fele, Perzsa öböl, meg nyugat menés, a földközi tenger fele, vagy közép fele, vagy India fele. De valahogy ott nagyon az a partszakasz, az olyan nagyon a Hormuzi-Szoros és a pakisztáni határ között, ugye nem véletlen, hogy akkora figyelmet kap most már jó pár éve ez a bizonyos Csabahar nevű kikötőnek az építése, fejlesztése. Egy kis kikötő és kis halászfalú volt. Egyébként az iráni-pakisztáni határnak a túloldalán szintén néhány tíz kilométerre vagy száz kilométerre van egy nagy kikötő, Gvadár, amit a pakisztáni oldalon építenek. Ez a Csabahar, ez pedig az iráni oldalon, hát nagy téma, meg hogy hogy áll a fejlesztése, ez is egy nagy kérdés. Először az indiaiakkal fejlesztették az irániak. India számára az, hogy elérje. Afganisztánt, illetve Közép-Ázsiát, és ne Pakisztánon át kelljen menni. Hát ez ugye egy nagy dolog, és tulajdonképpen azt látjuk, nagyon érdekes ha az ember megnézi szárazföldön, hogy tulajdonképpen a szárazföldi útszakasz India számára. Ugye India simán elhajózik eddig a kikötőig, nyílt tengeren. Szárazföldi útszakasz rövidebb, mintha Pakisztánon keresztül építené meg, ha egyáltalán éppen olyanok a kapcsolatok. Úgyhogy és a másik, hogy India viszont ugye a szankciós időszakban az Egyesült Államokkal egyre szorosabb kapcsolatba került, úgyhogy India is kicsit visszábbhúzódott, kicsit visszább lépett. Például az a terv, hogy, hogy, a Perzsa öbölben levő egyik iráni tenger alatti olaj, bocsánat, gázmezőt ők termelnék ki és fejlesztenék. Ebből az indusok visszahúzódtak, mert hogy ugye szankciók vannak és rögtön megjelent. Kicsoda? Kína. Hát Kína megjelent. Ugye Irán stratégiai helyzetben van, mert akár a kínai Kínából Európa felemenő menő szárazföldi utat, vagy tengeri utat nézzük, Irán ott van az útvonalon, akár az erre tulajdonképpen majdnem, hogy válaszul, de igazából kicsit párhuzamos tervek, India, Irán, Oroszország, az észak-déli tranzit koridor, tranzit folyosó, az is itt megy keresztül. Ezért van bent Irán Ukrajnában a fegyvereivel? Hogy az oroszokkal meg legyen a nexus? Vagy üzlet? Sima üzlet? Ez egy jó kérdés. Mit érte azon, hogy ben van Ukrajnában? Hát Azt, iráni hogy oroszok dolgoznak, vagy nem dolgoznak az ukrán háborúban. Igen, nem tudjuk egészen ukrán pontosan. Ukrán oldalról is vannak iráni drónok használatban. Akkor csak üzlet? Nem, nem csak, de nyilván az is. Ugye Irán a most sok évtizede tartó szankciók után, ugye az iráni forradalom után az volt Hományi ajatollaknak a, a külpolitikai jelszava, hogy se nem kelet, se nem nyugat. Tehát, hogy mi függetlenek vagyunk, mi nem tartozunk sem az imperialistákhoz, sem a, sem a kommunistákhoz, nagyon rövidítve és leegyszerűsítve. Se nem kelet, se nem nyugat. És azután ez valamikor a 90-es évek nyilvánvaló vál, ez is mindig hullámzik attól függően, hogy a nemzetközi közösség éppen hogy áll irányhoz hozzá. Megjelenik a 90-es években a keleti nyitás, nem tudom másként nevezni, keleti nyitás, amikor is azt mondják, hogy hát ha nyugat ennyire kizár minket, meg ennyire nem foglalkozik velünk, akkor nézzünk keletre, hát keletre Kína, India, Oroszország, és bárki, aki keletre van, és szúbál velünk. Ugye, és kik azok, akik nem fognak kínos kérdéseket föltenni a politikai rendszerről, kik azok, akik nem fog, akik, akik annak ellenére szobálnak velünk, mert őnek is gazdasági érdekük, hogy Azután ez úgy lejjebb ment, és, és a figyelem is csökkent. Az irániak ráadásul megtanulták a leckét, hogy ugye amikor az Egyesült Államok és Oroszország, ugye volt ez a Hillary Clinton reset the button, ugye látványosan is megnyomtak egy gombot, hogy újra kezdjük a kapcsolatokat, akkor az irániak rögtön észrevették, hogy ők nem lettek már annyira fontosak az oroszok számára. Vagy amikor Kína és az Egyesült Államok között is, hát inkább egy ilyen szótértő szakasz jön, akkor a kínaiak is kicsit visszávonulnak. Az irániak ezzel nagyon tisztában vannak. És még egy dologgal vannak tisztában, amit lehet, hogy mi nem figyelünk eléggé. Ez pedig az, hogy pont ez a két ország, Oroszország és Kína az, amely az egész közel-keleti térségben mindennel és mindenkivel szóba áll és szót ért méghozzá, ha valami hatalmas konfliktus van, akkor is mind a két féllel szót tud érteni. Amikor itt volt, hogy szaudi, iráni, bonyolultabb kapcsolatok, kielezettebb kapcsolatok, az oroszok mindenkivel szobáltak. vagy itt volt most ugye egy néhány hete volt, hogy Xi Jinping Riádba látogatott, a magyar média is hozta, és ott ilyen meg olyan iránt elítélő kijelentéseket tett, az irániaknak ez nyilván nagyon rosszul esett, reklamáltak is miatta, aztán az ember megnézte, hogy mi jelent meg angolul, meg megnézte mondjuk, hogy a kínai szövegnek a fordítása mi is lenne, akkor azért az kettővel kevésbé volt éles, ott volt persze de kevésbé volt éles a kínaiak nem akarnak állást foglalni a térség konfliktusaiba de mindenkivel szóba állnak és Oroszország szempontjából is van egy ilyen, hogy hát Vladimir Putyinnal mindenki szóba áll és mindenki fogadja őt itt egy olyan, tört, olyan dolog látszott az elmúlt években, elsősorban a Krím elfoglalása óta hogy hogy Putyinnak a belső támogatottságában a közel nem játszik szerepet. Tehát az orosz, voltak ilyen felmérések, hogy az orosz közvélemény számára nem érdekli őket, hogy Oroszország vállal-e szerepet a közel vagy nem. Őket az érdekli, hogy a közvetlen szomszédságban, és azután kitört az ukrán háború, vagy az Ukrajnában zajló, zajló háború. Eléggé nyilvánvalóan látszik, hogy az irániak tehát egyrészt tudják azt, hogy az éppen aktuális amerikai viszony, és nem Irán és az Egyesült Államok, hanem Amerika, Oroszország, Amerika, Kína, Amerika, India viszonynak a függvénye az, hogy ezek az országok ővelük mennyire szorosan működnek együtt. És ezt próbálják be És persze, hát ezt próbálják kihasználni ők maguk is. És hát persze a biznisznek mennie kell, ugye azt azért ne felejtsük el, hogy amikor Oroszország a rossz atom, atomerőművet épít Iránban, ami ugye egy civil felhasználású történet, akkor az Oroszországban több tízezer munkahelyet jelent. Hát azért az számít, nem? És a másik pedig, amit az irániak pontosan tudnak, egyébként mindenki más a térségben, hogy Kína nem fog állást foglalni senki mellett. Oroszország nem fog állást foglalni senki mellett. Ha Izrael és Irán vitatkozik, Oroszország nem fog beavatkozni, és nem mondja meg, és nem fog, és még ami nagyon fontos, hogy senki nem fogja vállalni az Egyesült Államok helyett a security provider, tehát a biztonságot garantáló vagy nyújtó külső hatalom szerepét, nota benne az Egyesült Államok se akarja ezt már úgy nagyon vállalni, és pontosan láttuk, hogy amikor dróntámadás érte a szaudi olajmezőt és olajfinomítót, Donald Trump nem indított háborút Szaudarábia védelmében. Tehát a térség is megtanulja. És ebből mi következik? Az, hogy rá kell, hogy ébredjünk, hogy Oroszország-Ukrajnában folytatott háborúja, az nem ennek a térségnek a háborúja. Ők, őket, őket, ezzel olyan nagyon nem lehet megszólítani. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában En Erzsébet egyetemi tanár közelkeret szakértő volt az Áréna vendége. A műsor elkészítésében Módos merton főszerkesztő vett részt, ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádia YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.